Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora február 8-án szerdán. Az emelkedő energiárak miatt nagyon sok család döntött úgy, hogy a gázszámlán úgy spórol, hogy kandallót vagy cserépkályhát épített házában, ez viszont megnövelte jelentőségét a szénmonoxid jelző készülékeknek. Erről is szó esik ma, tartsanak velünk! Brüsszeli döntés, sikerült megvédeni a magyar gazdákat. Electrolux ügy, segíteni akarnak a 650 munkavállalónak. Csendes gyilkos, életet menthet a szénmonoxid jelzőkészülék. Kulcsfontosságú döntés született, pontosabban nem született Brüsszelben múlt kedden. Nem sokon múlott, mindössze egy szavazaton, hogy ne fogadjanak el egy olyan szabályozást, amely nehezen érintette volna a magyar, közelebbről a vármegyei gazdálkodókat. A részletekről kérdezem Sesták Oszkárt, a vármegyei közgyűlés elnökét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Kicsit talányos a sikeredette a bevezetés, de lebbentse fel a fájdat. Pontosan mi történt 31-én kedden Brüsszelben a régiók tanácsában? Valóban minden szavazat számít, minden leadott szavazat számít. Valóban szoros eredmény született, 21-20 arányban sikerült kivenni a véleménytervezetből, illetve a majdani jogszabálytervezetből azt a passzust, miszerint ha nem csökkentik a magyar gazdák és az európai gazdálkodók összességében, de így a magyar gazdák is 50%-kal a növényvédőszerek használatát 2030-ig, akkor a közös agrárpolitika egyes pillére támogatása csökkenhetett volna. Én ugye nyilvánvalóan hátrányosan érzíti a magyar gazdálkodókat, illetve a Szabolcs-Szatmár-Velehi megyei gazdálkodókat is. Azért is sérelmes egyébként a dolog, mert mindenhol 50%-os csökkentést ír elő, holott Hollandiában, Dániában több növényben védőszert használtak is a gazdák, és nekik magasabb bázisról kellene csökkenteni 50%-kal, míg a mi gazdálkodóinknak alacsonyabb bázisról 50%-kal. Tehát így nyilvánvalóan a termésmennyiségben, a hozamokban látszódott volna ez a különbség. És hát azért is sérelmes a dolog, mert más földrészek gazdálkodóival szemben az európai gazdák újabb hátrányba kerülnek. Tényleg úgy tűnik, mintha az Európai Bizottság nem a magyar vagy az európai gazdálkodókat képviselné, hanem olyan lobby érdekeket szolgálna, amelyek mondjuk a latin-amerikai gazdálkodók érdekeit szolgálják. Ezekben a korrupciós botrányokban, amik most vannak az Európai Bizottság körül, illetve az Európai Parlament körül egész pontosan, ez érdekes kérdéseket vet fel valóban. Hogyan lehetséges ez? Ráadásul az Európa Tanács, amely a legfőbb jogalkotó, illetve társjogalkotó a Európai Parlament mellett, újabb hatásvizsgálatokat kért a bizottságtól. A bizottság ennek nem tett eleget, hanem megpróbált ezt a véleménytervezetet ilyen módon átnyomni, amit végül is a bizottságban sikerült megakadályozni. De azt jelenti, hogy a bizottságnak volt egy ilyen javaslata, és akkor a régiók tanácsa miért is tárgyalta mindezt, vagy milyen fázisban tárgyalta, mi jön majd most? A régió bizottsága egy konzultatív testülete az európai intézményrendszernek, az európai felépítménynek, és van egy természeti erőforrások szakbizottsága, amely tárgyalta ezt a véleménytervezetet. A plenáris ülésen újra előkerül, gondolom, a téma, de jobb pozícióból indulunk már a plenáris ülésen, hogy ezt a hát mindenki számára, legalábbis az európai gazdálkodók számára hátrányos veszélyt meg tudjuk akadályozni. Van arra esetleg valami vizsgálat, hogy mit jelentett volna ez a magyar gazdák számára, vagy akár a megyében dolgozó gazdák számára pontosan? Hát éppen ezt a bizonyos hatástanulmányt nehezményezte az Európai Tanács. Nem szokott az Európai Tanács, ugye a miniszterelnökök és a elnökök gyülekezete ilyen hatásvizsgálatokat gyakran kérni. Ebben az esetben kérte kifejezetten a bizottságot a hatásvizsgálatokra. Tehát nem történtek meg a hatásvizsgálatok. Remélhetőleg ennek a véleménytervezetnek a hatására is a szükséges hatásvizsgálatok megtörténik, és akkor tudunk erre a kérdésre is érdemben válaszolni, és azt követően születhet jogalkotás. Persze fontos a környezetvédelem és a növényvédőszerek kiküszöbölése a táplálkozási láncból, de nem ilyen módon, ilyen buta és az európai gazdákat hátrányos módon érintő módon. Ráadásul itt van ugye az élelmiszer árak emelkedése is, amit nap mint nap tapasztalunk a boltokban és egész Európára jellemző. Ez nyilván az élelmiszer árak további növekedéséhez vezetett volna egy ilyen inflációs környezetben, illetve egy ilyen háborús környezetben, ami hát a fogyasztókat is, nem csak a gazdákat, a fogyasztókat is hátrányosan érintette volna.
Tudom, hogy nehéz a válasz, de milyen hat a javaslat mögött? Én elnézést, hogy én egyszerűen fogalmazok, egy jó fiúskodás, tehát hogy mi aztán tényleg mindent megteszünk, vagy valóban meg lehet, hogy esetleg Európán kívüli gazdaságoknak érdeke az, hogy csökkenjen a hatékonyság és a termelékenység Európában? Hát ez a kérdéseket vett fel valóban. Tehát más földrészek gazdálkodói számára ez egyértelműen előnyös lépés lett volna. Ráadásul most van előkészületben a dél-amerikai országok csoportjával egy szabadkereskedelmi megállapodás, ami újabb csak érdekes kérdéseket vett fel a katari lobbista pénzek ügyét illetően, hogy valakit megkerestek esetleg ezekből az országokból. Persze ezek csak kérdések, nincsen rá semmifajta bizonyíték, de ott bujkál az emberben a kis ördög, hogy miért hozhat az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament olyan jogszabályokat, amelyek folyamatosan hátrányos helyzetbe hozzák az európai országok állampolgárait, termelőit. És hát ott van persze a környezetvédelmi indok, ami egy nagyon szép és derék és nehezen vitatható indok, ugyanakkor viszont nagyon körültekintően kell eljárni ezekben a szabályozási környezetekben, hogy mind a fogyasztók, mind az európai gazdálkodók érdekei és a környezetvédelmi célok is megvalósuljanak. Ugyanakkor azt viszont más egyéb politikáknál is látni, hogy mi akarjuk az egész világ terhét, környezetvédelmi, kibocsátási terhét a vállunkra venni, vagy a hátunkra venni. Közben pedig Kína és az Egyesült Államok változatlanul szennyezi a környezetet, sokkal nagyobb mértékben, mint az Európai Unió. Tehát az Európai Unió önmagában nem tudja megváltani a világot a környezetvédelmi szempontból sem. Tehát ebben a térben kellene elhelyezni az európai érdekeket. Ráadásul például a magyar gazdaság, a mezőgazdaság az mentes a génmódosított technológiáktól, ez egy nagyon nagy érték. Nem tudom, hogy ezt elismerik-e, erre figyelmet fordítanak-e, és ugye vannak olyan tengeren túli országok, nagy hatalmak, ahol meg ott ezerre megy a génmódosítás. Gondolom, ott nyilván kevesebb ilyen növényvédőszerre van szükség ezáltal. Így van, tehát ez további kérdéseket vett fel úgy, hogy ön is mondta, hogy a magyar kormány, a magyar állam erőfeszítését, mondjuk a génmódosított termékek visszaszorításában pedig nem ismerik el olyan módon, mint ahogy talán méltányos lenne, hiszen a Magyarország az alaptörvényébe is beírta a GMO-mentes technológiáknak a szükségességét és alkalmazását, annál is inkább, mert ott még nem nincsenek olyan tapasztalati tudások, amelyek azt mondanák egyértelműen, hogy ez a génmanipuláció, mert erről van szó, nem okoz-e hátrányos egészségi kockázatokat a fogyasztóknál. Tehát a kettő az valóban nem fér meg egymással, és újabb a génmódosított növények tekintetében pedig újabb hátrányos tendenciát jelent a európai mezőgazdaság kárára. Ha már az uniós támogatások szóba kerültek, a mezőgazdasági támogatások, ugye általában nyilván a vármegyei közgyűlés, az önkormányzat is ugye nagyon sok munkát kap ugye az uniós forrásoknak a felhasználásával kapcsolatban. Most úgy tűnik, hogy legalábbis nagy részében sikerült megegyeznie a bizottságnak és a kormányzatnak, tehát jönnek majd az uniós források. Hogy látja, elnök úr, sikerül-e majd azt a ütemtervet tovább vinni, amit egyébként még a viták előtt elterveztek erre a 21-27-es időszakra? A magyar intézményrendszert mindent megtett annak érdekében, hogy ne szenvedjen hátrányt az uniós források lehívása, hiszen a megyei közgyűlés javarészt 89% már döntött a beérkezett pályázatokról, és így a 7 éves források kihelyezéséről is. Tehát az önkormányzatok jelentős része már értesítést kapott tőlünk, hogy nyertek-e a projektjei, vagy vannak egyébként nem nyertek a projektjei, van ilyen is, hiszen, de a kedvezmények már tudják, és ilyen módon az előkészületeket, tervezési költségeket, azokat utólag is el lehet számolni a projektek nagy részében, tehát el tudják kezdeni a projekt előkészítés, hogy minél előbb ezek a szükséges fejlesztések, amelyek a előkészületi infrastruktúrát, oktatást, energetikát érintik, minél előbb elindulhassanak. Tehát rajtunk, a magyar intézményrendszeren, így a vármegyei közgyűléseken is ez a dolog nem fog múlni. Nyilván a agrártámogatások kapcsán nem kompetens a vármegyei közgyűlés, ez más rendszeren keresztül folyik, de akkor a mezőgazdasági termelők is nyugodtak lehetnek, hogy most legalábbis belátható időn belül nem ilyen szabályok, kitételek nem lesznek. De csatát nyertünk, de a háborút még nem. Az Európai Régió Bizottság, amely önkormányzati képviselőket tömörít, egy sajátos testület, konzultatív testület az európai intézményeknek, egy fontos szabály van, hogy
önkormányzati vezetők, önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlésének a tagjai. Magyarországról 16-an vagyunk ebben a testületben, 5 évre a nemzeti kormányok delegálják a párthovatartozásokat, illetve a területi anyányokat figyelembe véve, tehát vannak pártfrakciók is ebben a testületben. Hát legalábbis egy csatát nyertünk ebben a régióbizottságában, de a háborút még nem. Azok, akik amellett érveltek, vagy szavaztak, hogy igenis menjen tovább ez a bizottsági javaslat, ők mivel érveltek? Igazából semmivel. Tehát aki felszólalt ezen a testületülésen, amit én mondtam, a NAT szakbizottság, természeti erőforrások szakbizottság ülésén, mindenki ellenezte a javaslatot. Vannak, akik nálam radikálisabban, tehát voltak finn önkormányzati képviselő, spanyolok, portugálok, még radikálisabb módosító indítványaik voltak. Viszont hát itt is pártalapon működik a szavazás, tehát ezért kisebb fajta csoda, hogy a szocialista túlsúly ellenére egy ECR-es javaslatot, ECR-es javaslatot sikerült ilyen módon 21-20 arányban átvinni. Tehát azt jelenti, hogy az ott ülő önkormányzati vezetők, polgármesterek, közgyűlési képviselők, területi igazgatásban résztvevők igenis érzik a gazdálkodóknak a nyomását, hogy milyen súlyt jelent egy finn gazdának is ez az időelőtti szabályozás, vagy egy spanyol gazdának mit jelentett volna ez az időelőtti szabályozás. Tehát pártokon felüli koalíció jött létre, így is csak egy hajszálon múlott. Egyébként szocialista volt az előterjesztője a javaslatnak, és ilyen módon sikerült a néppártiakkal együtt, a konzervatívok és reformerek frakciójával közösen a zöldek és a szocialisták ellenében döntően az ő ellenükben sikerült ezt a szabályozási javaslatot megakadályozni. Nyilván gondolom ez azért is van így, mert hogy a önkormányzat vezetői adott esetben ugye ők járnak az utcán, tehát ők szembe jönnek az emberek, akiknek ugye el kell számolni minden egyes döntéssel. Így van, tehát az Európai Parlamenti képviselőtisztelet a kivételnek, illetve az Európai Bizottság elég messze van a választópolgároktól, mi valóban gyakrabban találkozunk választópolgárokkal a saját országainkban, tehát nagyon nagy volt a felzúdulás, és tehát igazából az Európai Bizottság jelenlévő képviselője védte a javaslatot, de a testületi tagok között nem volt talán egy felszólalás sem, amely védelmezte volna ezt az indítványt, mondjuk az osztrák szocialista képviselőnkéből. Mi jön most? Ugye most az Európai Bizottság akkor elkészíti végre ezt a hatástanulmányt, hát, és aztán újra... Igen, tehát hogyha a plenáris ülésen is sikerül, ezen a héten lesz a plenáris ülés, szerda csütörtökön is ezt a javaslatot megvédeni. Ha előkerül a plenáris ülésen, és ott is egy újabb szavazással sikerül ezt a dolgot megerősíteni a bizottsági, az Európai Régió Bizottságának a véleményét, akkor ez erősíti azt a tanácsi álláspontot, hogy a tessék elkészíteni a hatástanulmányokat, ami a bizottság számára kötelező is, hiszen az Európai Tanács ezt előírta. Figyelemmel követtem természetesen a jövőben is a fejleményeket, és szívesen beszámolok a Kölcsei TV nézőinek is. Mi ennek örülünk, annyit még, hogy a gazdák jó azért, hogyha készülnek erre gondolatban, hogy előbb-utóbb át fog menni ez a szabályozás, ha nem is 2030-ig, akkor lehet, majd 40-ig. Érdemes már most elkezdeni. Így van. Alternatív technológiákat érdemes fejleszteni. Érdemes a kutató műhelyeknek, egyetemeknek ezeken dolgozni, hogy milyen helyettesítő módszerek, szerhasználat lehet, amely a későbbiekben átveszi a növényvédőszerek szerepét. És hát ezt célszerű is, hiszen, de akkor mindenhol. Tehát akkor ne csak az Európai Unióban, hanem máshol is vegyék át ezeket a szabályozásokat, és ilyen módon ne érje versenyhátrány az európai gazdálkodókat, és fokozatosan, jól felkészülten, a kutatásokkal egy időben, és hát a hatásvizsgálatokkal, amelyek, mondom, az Európai Tanács is kért a bizottságtól, és amely nem készült még el a mai napig sem. Egyébként ezt lehet pénzre váltani, tehát drágábban lehet eladni majd esetleg azokat a termékeket, amelyek ilyen mentességgel készülnek? Hát valószínű, hogy ugye a bio élelmiszerek azok drágábban adhatók el nyilvánvalóan, de hát ez is a gazdagabb országokban nagyobb lehetőség van a fogyasztóknak a bio élelmiszerek mellett dönteni, míg a szegényebb országokban, vagy kevésbé fejlett országokban, és sajnos még Magyarország is itt él, hogy ebben a környezetben mozog, ami fogyasztóik még sokkal érzékenyebbek, mint a nyugat-európai fogyasztók. Meglátjuk, hogy mi lesz a mai végig. Köszönöm szépen, ennek új vendégünk volt. Köszönöm szépen.
Múlt szerdán jelentette be az Electrolux, hogy 2024. januárjától bezárja a nyíregyházi üzemét. A cég az üzleti környezet megváltozásával és értékesítési gondokkal indokolta a döntést. Pénteken Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár tárgyalt a cég vezetésével, hogy az érintett 650 munkavállaló ne kerüljön nehéz helyzetbe. H.R. Zsigmond kérdezte az államtitkárt. Azért jöttem ma el, hogy személyesen tájékozódjam a kialakult helyzetről. A gyárigazgató úrral, illetve munkatársaival tudtam beszélni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a nehézségek ellenére azt, amit a gyár vezetése tervez megtenni, az kifejezetten pozitív. Ugye sajnos azt látjuk, hogy az a termék, amit itt a gyárban gyártottak, ugye olyan piaci helyzet alakult ki, ami nem teszi lehetővé, legalábbis egyelőre így látja a cégvezetés a továbbműködtetést. Ennek ellenére azért a kormány részéről mind foglalkoztatáspolitikai, mind iparpolitikai szempontból vizsgáljuk a helyzetet, tehát folyamatosan tárgyalni fogunk az érintettekkel, hogyha egy hajszálnyi esély is van arra, hogy esetleg a gyár tovább működtetését valamilyen módon sikerül megoldanunk, akkor természetesen ebben mi partnerek vagyunk. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor nyilván az a célunk, az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az itt dolgozó emberek és az ő családjaik biztonsága továbbra is biztosítva legyen. Ugye egy éves távlatról beszélünk, tehát ugye 2024-ben fejezi be, vagy 23 évvégén fejezi be a termelést a gyár. Ez ugye lehetőséget ad arra, hogy közösen átgondoljuk a dolgainkat, milyen módon, hogyan tudunk segíteni azokon, akikre a legnagyobb szükség van. Ami a fontos információ az, hogy munkából munkába szeretnénk az embereket segíteni, tehát ismerjük azt, hogyha valaki a munkaügyi regiszterbe bekerül, akkor a motivációját milyen mértékben tudja elveszíteni, és azt gondolom, látva az itteni munkamorált, hogy abszolút jó ómen lesz az, hogyha valaki az Electrolux gyárból jelentkezik majd be más munkahelyre. Ami ugyancsak biztató, hogy ha megvizsgáljuk a Nyíregyházi, illetve Szabolcs-Szatmár-Beregi munkaerőpiaci helyzetet, akkor azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban is nagyjából a megyében jön 1600 üres álláshely van a versenyszférában, és az idei évre nagyságrendileg az itteni beruházások kapcsán mintegy 2000 új munkahely létesül, tehát matematikailag ugye összehozható ez a két szám, de nem ilyen egyszerű ez a történet természetesen, és azoknak, akik pedig ugye itt dolgoznak, ez mindenképpen egy nagyon súlyos veszteség. De ennek ellenére azt tudom mondani, hogy a gyár vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy egyrészt az embereket, amíg szükséges, itt tartsa, másrészt pedig ugye olyan a kollektív szerződésen felüli olyan bónuszrendszer dolgozott ki, amivel anyagilag is érdekelté teszi azokat, akik jelenleg itt dolgoznak, hogy tovább maradjanak. Január 1-től egyébként, ahogy az igazgató úrtól megtudtam, 16%-os béremelést hajtott végre a gyár, az itteni gyár egységesen mindenki számára, ami nyilván megint csak egy pozitív dolog. Ami sajnálatos ugye, hogy egy néhány hónappal ezelőtt még a fejlesztésekről, újabb bővítésekről szóltak a hírek, ugye ehhez képest most sajnos ugye arról tudunk beszámolni jelen állás szerint, hogy a gyár beszünteti a tevékenységét, de még egyszer hangsúlyozom, ha csak egy hajszál remény is van arra, hogy tudunk segíteni, akkor egészen biztosan ezt meg fogjuk tenni. Ugye azt kértem igazgató úrtól, hogy mindenképpen napi szinten tartsuk a kapcsolatot, bármilyen olyan információ, ami számunkra hasznos, illetve fordítva és kommunikálható, azt tegyük meg. Ugye itt most éppen a mostani órákban is a dolgozókkal tárgyalnak, az üzemi tanáccsal tárgyalnak, tehát én azt látom, hogy egy nyugodt, higgadt, ahhoz képest ugye, hogy milyen a helyzet, egy nyugodt, higgadt körülmények között próbálják a közös megtalálni azt az utat, ami mindkét fél számára, akár a gyárvezetése, akár pedig a munkavállalók számára fontos és hasznos lehet. Az energiaválság miatt nagyon sok család döntött úgy, hogy a gázszámlát azzal csökkenti, hogy kandallót vagy cserépkályhát épített a házában. Ezzel együtt persze megnőtt a szénmonoxid mérgezés veszélye is.
mire figyeljünk. Vendégem Leskovics Zoltán, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok én is. És egyben ugye a területi tűzmegelőzési bizottságnak az ügyvezetője is, ilyen minőségében is köszöntöm. Tapasztalják-e azt, hogy a számokban legalábbis, hogy megnőtt a szénmonoxid mérgezés, vagy egyáltalán a kéménytüzeknek a száma azzal, hogy augusztustól mindenki megpróbál úgy, ahogy tud spórolni? Nos, 2022. évi adataink vannak. Ez azt mutatja, hogy 20 esettel több volt, mint 2021-ben. Szénmonoxid mérgezéses esetekre gondolok. Sajnos két ember életét vesztette, illetve 22-en megsérültek. Országosan 19 személy vesztette életét, tehát arányaiban ez a kettő is nagyon sok. A Területi Tűzmegelőzési Bizottság, de a katasztrófavédelem egyaránt fölhívja az emberek figyelmét, hogy mely szabályok mentén lehet elkerülni a szénmonoxid mérgezést. Ugye szokták azt mondani, hogyha valaki gázzal akar fűteni, hogy érdemes olyan gázkazánt vásárolni, ami nem nyitott, hanem zárt égésterű, tehát hogy nem látom a őrlángot, így talán a legegyszerűbb elmagyarázni. De azzal, hogy sokan megpróbálnak így vagy úgy kandallót vagy cserépkáját is üzemeltetni a lakásban, ott mire érdemes figyelni, melyek azok a főszabályok, amelyeket ha valaki betart, akkor nagy valószínűséggel megóvja magát és a családját a szénmonoxid mérgezéstől? Nos, három alapvető szabályra kell figyelnünk, hogy elkerüljük a szénmonoxid mérgezést. Egy olyan tüzelőfűtő berendezés vagy hőtermelő berendezést vásárolunk, amely szabványos, tehát ellenőrzött körülmények között volt kialakítva, tervezve, és mindig figyelünk arra, hogy szakember üzemeltesse ezt be. Nem elhanyagolható részlet, tehát fontos, hogy szakember által történjen a beüzemelés. Amikor megtörtént a beüzemelés, időszakosan ezeket a készüléket ellenőriztetni, felülvizsgáltatni kell. Ezeket az ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat mindig szakember végezze el. Minden egyes készülékhez van egy ajánlás, hogy milyen időszakonként célszerű ezt az ellenőrzést elvégeztetni. Ezekre ügyeljünk oda. Most télvíz idején nem biztos, hogy kapunk szakembert felülvizsgálatra. Törekedjünk mindig fűtési szezon előtt. Jó részt a nyár derekán már rendelkezésre állnak a szakemberek, ki fognak menni, meg fogják vizsgálni, és kiadnak írásos véleményt adnak arról, hogy felülvizsgálat megtörtént. Aztán gondoljunk arra, hogy ha égés termékelvezető, hogy köznyelv hívja, kémény csatlakozik ez a tüzelőfűtő berendezéshez, engedjük be a kéményseprőket. Társasházaknál sormunkába végzik, ha egy lakásos, mondjuk úgy családi házban élünk, akkor nekünk kell kezdeményezni az égés termékelvezető felülvizsgálatát, függően attól, hogy milyen készülékhez csatlakozunk egy vagy két évente. Ezt is meg kell ejteni. A kéményseprő szintén írásos véleményt fogadni. Ezt jól érezzük meg, ezt a tanúsítványt, hiszen hogyha baj van, erre is tudunk alapozni. Aztán, ha már egyszerre több készüléket üzemeltetünk oda-haza, akkor mindig célszerű rendszerben gondolkodni. És ami még fontos, hogy a levegő szükséges ugye az égéshez, és ezt az égést az adott légtérből veszi a készülék, akkor ennek a levegőnek ott kell lennie. Tehát soha ne zárjunk el szellőzőt, mindig meglegyen a hatékony levegő ellátása az adott helyiségnek. Ez megint lehet, hogy szakember fog igényelni, aki meg tudja tervezni, vagy ki tudja számolni, hogy mennyi levegőre van a szükség. Ezeket a légréseket, ezeket a beáramlásokat biztosítanunk kell, és ezen három feltétel után jön majd egy nagyon okos kis készülék beszerzése, hangsúlyozottan kiegészítő eszközről beszélünk, az előzőek után vásárolhatunk egy szénmonoxid vészjelző készüléket, egy gázérzékelő tulajdonképpen, ez pedig, ha baj van, akkor fény- és hangjelzéssel jelzés fogadni az ember számára. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy ebben nem szabad spórolni, mert a gyenge minőségű nem biztos, hogy jól is működik, és mégiscsak az életről van szó, önöknek mi a tapasztalatuk? Tóli, körülbelül mekkora az az ár, ami fölött érdemes ezeket megvásárolni, ha ebben tud segíteni? Én nem is inkább árról beszélnék, hanem létezik egy úgynevezett pozitív és negatív lista a katasztrófavédelem honlapján, azt föl kell, hogy keressük, és nyilván a pozitív listából választunk, és akkor
bizonyíthatóan jó minőségi készülékhez fogunk jutni. Ja, nem egészségügyi szakember, de arról azért van tapasztalata, hogy ha szénmonoxid mérgezés, szénmonoxid megnövekedik egy adott légtérben, zárt térben, akkor annak milyen tünetei vannak, mi történik, akkor miért veszélyes ez? Pont ez egyik fő probléma, hiszen a keletkező tünetek nagyon hasonlatosak más betegség vagy sérülés tüneteihez, tehát fáradékonyság, szédülés, hányinger, ez más betegség tünete is lehet, de gyanakodjunk, és ha ezeket vesszük észre, akár önmagunkon, akár szeretteinken, vagy az ott tartózkodó embereken, akkor tegyünk lépéseket, tehát nyissunk zárót, ajtót, ablakot, hagyjuk el a helyiséget, hívjuk a 112-es segélyhívót, adott esetben pedig zárjuk el a készüléket. Ön is előfordult, igaz, azért csendes gyilkos ez, mert lehet, hogy már akkor veszük észre, amikor már fizikailag nem ön képesek reagálni erre. Pontosan egy csendes gyilkos, de én akár alattomos gyilkosnak is mondhatnám, hiszen szemmel nem érzékelhető, szaglással szintén nem tudjuk megalapítani, hogy ott van a légtérben is íztelen, tehát nem is tudjuk, hogy milyen íze van. Tehát szintelen, szagtalan, íztelen gázról beszélünk, nem fogja tudni az emberi érzékszerv ezt kimutatni. Ez erre való a szénmonoxid érzékkel, aki detektálja a gáz jelenlétét. Említette, hogy a tavalyi évben is volt ilyen jellegű ügyük, és abból ugye két haláleset történt sajnos. Inkább nagyvárosi probléma ez, vagy inkább kisvárosi, vagy falusi probléma ez, hol fordul el gyakrabban elő az ilyen szénmonoxid mérgezéses eset? Sem település méretre, sem otthonra vonatkozólag nincs egyértelmű kategória. Tehát ez előfordulhat társasházban is, családi házban is, falun és városban egyaránt. Említette azt, hogy miket kell betartani, hogyha mondjuk azt a három szempontot, amelyet említette, betartunk, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz probléma, vagy azért folyamatosan figyelni kell mindezt? Hát 100%-os biztonság, különösen nem zárt égésterű berendezések, üzemelésekor nincs. Mindig legyünk éberek. Még a szénmonoxid érzékelőkkel kapcsolatban annyit érdemes elmondani, hogy nem végtelen a szavatosság, az élettartamuk. Rendszerint 5 esztendőig jók ezek a készülékek. Aztán létezik belőlük elemes, és létezik hálózatról üzemeltetett. Az elemesnél időszakonként nyilván akkor az elemet is cserélnünk kell. Egyébként vannak készülők, amelyek jelzést adnak arról is, hogyha az elem lemerülőben van. Ezt hova kell felszerelni már a gázkazánhoz, vagy mondjuk a kandallóhoz képest, és kell ehhez szakember, vagy ez egyszerűen elhelyezhető bármi szakmától? Minden egyes készülékhez magyar nyelvű használati utasításnak kell lennie. Abban nyilván rögzítve vannak a felszerelés lehetőségei. Tehát én nem mondanék konkrétumot, hogy most a fürdőszoba mely részébe, vagy a hálószobában hova helyezzük el. Rendszerint nyilván kerülnünk kell, amely zavarhatja a működését, ez pedig ugye a légrések, ahol ajtók, ablakok közelében, tehát meghatározott távolságra ott is elhelyezhetők ezek a készülékek. Hallottam olyasmit is, hogy merülőben volt már az elem, és ezért riasztott be, erre is gondolom, akkor érdemes odafigyelni. Igen. Igen. Ez az év elindult, már ugye másfél hónap telt el. Ilyen jellegű probléma, szénmonoxid mérgezés ebben az évben nem volt még ezek szerint akkor. Volt már esetünk, személyisérülése nem járó eseteink voltak. Ott esetleg lehet tipikus hibát föl elmondani, hogy melyek azok a tipikus hibák, amelyek alapján ilyen mérgezés előfordulhat, vagy ennek a veszélye? Az elmúlt hétvégén például ugye rendkívül viharos erejű szél volt itt a Vármegyében is. Ez az erős szél akár megfordíthatta a kémében a légáramlást, vissza is kerülhetett az adott légtérbe szénmonoxid, tehát szombaton több ilyen eseményünk is történt. Ezt nem lehet megakadályozni, hogyha a vihar van, akkor erre esetlegesen lehet számítani. Gondolom, erre jó a jelzőkészülék. Így van, tehát ezeknél az eseteknél jelzett a szénmonoxid érzékelő. Egyébként 2013 óta, amikor elindult tulajdonképpen Magyarországon a kampány, hogy szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt, azóta 58%-kal növekedett a szénmonoxid
monoxid szivárgásos esetek száma, mindez arra utal, hogy egyre több otthonban van már ilyen készülék. A következő kampány pedig majd lehet a füstérzékelők beszerzése és elhelyezése otthonainkban. Ezek szerint nem az esetek száma nőtt, hanem a kimutatott esetek száma nőtt. Ezek szerint akkor korábban is volt, korábban ilyen csak is. Arról nem tudtunk. Nem tudtunk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Remélem, hogy tudtunk segíteni azoknak, akik ilyen típusú otthonban élnek, és minél kevesebb ilyen riasztásuk legyen ebben az évben. Azt kívánom. Köszönöm szépen a lehetőséget. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb válogatás műsorral vasárnap, új műsorral pedig hétfőn várjuk Önöket. Ne feledjék játékunkat sem, amelyre a Facebook oldalunkon várjuk a helyes válaszokat csütörtök délig. Most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!